Gyöngyösi fiatalok a közösségért kitüntetést kapott dr. Vatti Rézan, az alavármegyei Szent Rafael Kórház szívsebészeti osztályának szakorvosa. A medikusi és rezidens program alapítója és vezetője az Intézeti Transfúziós Bizottság elnöke, a 2020-as egészséghősök pályázat közönségdíjas, amíg felsorolni is nehéz. Testvérével ők indították útjára 2016-ban a fiatalok az egészséges jövőért versenyt. Rézan pedig már itt van velem a stúdióban. Szia, jó estét kívánok! Üdvözöllek, köszöntöm a kedves nézőket. Hát az első szó nyilván az, hogy gratulálok neked. Köszön. Mi volt számodra az első érzés, gondolat, amikor megtudtad, hogy megkapod ezt a kitüntetést? Természetesen nagyon örültem neki, és nagyon megtisztelve éreztem magam, hogy a képviselőtestület és a polgármester engem tartott méltónak arra, hogy megkapjam ezt a díjat. Ugyanakkor itt szeretnék gratulálni a többi díjazottnak, és szerintem, ahogy hallottam, ők is nagyon megérdemlik minden egyes kategóriában. Én azt gondolom, hogy igyekszünk mindenképpen csinálni a feladatainkat, és nagyon jó esik, hogy ezt valamilyen formában honorálják. Ugyanakkor itt meg szeretném említeni, hogy én vettem át a díjat, de ugyanakkor a fejcsapat és az alapítványnak a munkatársai, valamint a segítők nélkül nyilván nem tartanánk sehol, úgyhogy ez a díj, ez őket is illeti, nem csak engem. Úgyhogy ezúton is köszönöm nekik a munkájukat. Beszélünk hamarosan a versenyről is, de mesélj egy picit arról, hogy mennyire volt egyértelmű számodra, hogy az egészségügyben fogsz elhelyezkedni, hiszen ugye édesapád, és ha jól tudom, akkor anyukád is itt helyezkedett el, vagy helyezkedett volna el, és hát a testvéreid is, tehát hogy mennyire volt tiszta a számodra, hogy ezt az utat kell választanod. Hát igen, ugye édesapám ugye itt fogorvosként dolgozik a városban, Édesanyám pedig szeretett volna orvosi pályára menni, de úgy gondolta, hogy a család, mint elsődleges, és ahelyett, hogy lett volna egy orvosi diplomája, lett neki mondhatni öt, mint a testvéreim, mindannyian így együtt elvégeztük az orvosi egyetemet. Azt gondolom, hogy nagyon örültem annak, hogy hogy mindig egy támogató család vett körül, és azt mondhatom, hogy nagyon kiskoromban már eldöntöttem azt, hogy az orvosi pálya felé, vagyis igazából a fogorvosi pálya felé szerettem volna menni. Nyilván itt megjelenik az, hogy ugye szerintem minden kisgyermeknél, hogy az édesapja vagy a fiúknál, hogy az édesapját utánozza valamilyen szinten, nálam ez jelentkezett, de később kialakult, hogy a fogorvosi pályáról inkább a a hagyományos vett értelemben orvosi pálya felé vettem az irányt. Ugye gyöngyösi vagy, viszont Zalaegerszegen élsz, és ott dolgozol. Mennyire jelentett ennél a díjnál számodra pluszt azt, hogy egyébként a szülővárosod ajánlotta fel ezt a díjat neked? Hát nagyon nagy büszkeséget öltött el, hogy um, továbbra is gyöngyös városa ennyire... Um, honorálja ezt a munkámat, és ugyanakkor minden erőmmel próbálom én valamilyen szinten meghálálni ezt. Úgyhogy igyekszem mindenképpen, vagyis dolgozunk azon, hogy valamilyen szinten megháláljuk, vagy így, vagy más formában. Ugye 2016-ban indult el a fej verseny, de a gondolat, ha jól tudom, akkor már korábban megfogalmazódott benned és a testvéredben. Igen, mi már, vagy én már középiskolás koromban is tartottam prevenciós előadásokat, és igazából ezt el szoktam mondani, mert az nagy büszkeséggel tölt el, hogy középiskolás koromban tizedik osztályosként, egy tizenegyedikes osztályt készítettem fel egy hívész versenyre és régiós versenyen első helyezést értek el, úgyhogy így diákként készítettem fel egy diákcsapatot, akik jó eredményt értek el, és nyilván az egy, az egy nagy löket volt a későbbi időre. Aztán folyamatosan jártuk a, a közép- és iskolákat, hogy minél több diákhoz eljussunk. Később pedig eljutottunk testvéremmel egy olyan szintre, hogy azt gondoltuk, hogy versenyformájában kellene egy interaktív, formában kéne a diákokat bevonni ebbe a prevenciós témába. Akkor már úgy terveztétek, hogy ez a verseny hosszú éveken át fog menni, és igazából kinővi az eredeti tervet? Nyilvánvalóan próbáltuk, első, első körben kipróbáltuk kicsiben, mert az mindig egy jó lehetőség, hogyha ki tudjuk próbálni, hogy van-e rá egyáltalán érdeklődés de az előadásokon már láttuk, hogy bizonyára lesz, és az első verseny is úgy látszott, hogy van, és ezért mentünk tovább, és egyre nagyobb távlati terveket dolgoztunk ki igazából. Azt gondolom, hogy a prevenciós témáink mind-mind relevánsak, mind az alkohol tekintetében, hiszen sajnos európai átlagban, sajnos Magyarország nem egy túl jó pozíciót foglal el ugye az alkoholfogyasztásnál, a dohányzásnál ugye a felnőtt lakosság kb. 30% az, aki dohányzott, vagy dohányzik valamilyen formában, ami azt gondolom, hogy ez viszonylag jobb arány, hiszen az Európa Uniós átlaghoz képest teljesen releváns, hiszen az 29% a felnőtt lakosságnak, a, 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 aki dohányzik. És emiatt volt ilyen. Ö, pozitív hozadéka, hogy mindenképpen szeretnénk egy hosszú távon, hiszen ezek a dolgok jellemzően, ugye az egészségügyi dolgok azok hosszú távú tervek. Tehát nem rövid időn belül jelentkezik az eredmény, hanem akár 10-15 év múlva. Említetted, hogy már középiskolában foglalkoztál a prevencióval, és készítettél fel nálad nagyobb és idősebb diákokat. Mi Akkor, akkor már tudtad, hogy az orvosi pályára mész? Arra, arra szeretnék rákérdezni, hogy igazából az orvosi pálya mutatott rá arra, hogy itt a prevenció a lényeg, vagy a prevenció hozta igazából az orvosi pályát? Én azt gondolom, hogy egyik jött a másikból. Tehát hál' Istennek abban a szerencsés szituációban voltam, hogy nagyon korán rájöttem arra, hogy a gyógyítás irányába szeretnék menni. Nyilván ugye az ember kiskorában még annyira nem gondolja ezt túl, csak megragad benne, hogy gyógyítani szeretné akkor még a fogakat, később ugye a teljes testet. És egy idő után nyilvánvalóan jött ez magától, hogy ugye a prevenció is érdekel. Hozzát, hozzáteszem, az is fontos részét képezte, és nagyban befolyásolta ezt az egész munkát, hogy az Egresi Béni Általános Iskolában, mint ifjúsági vörös keresztesként sikerült dolgozni, és elsősegély nyújtó versenyekre járni, és nyilván ez is hozzátett valamilyen szinten ehhez, hogy most arról beszélünk, hogy van már egy országos prevenciós vetélkedő, ami gyöngyösről indult ki. A műsoridőnk sajnos lejárt. Még egy utolsó kérdést engedj meg. A műsor első részében Márkus Lizával beszéltem, aki ugye szintén kitüntetett, és ő azt mondta, hogy a diátadó ihletet adott neki újabb daloknak a szerzéséhez. Neked most így a diátadó után milyen rövid és hosszú távú terveid vannak? A rövid távú terv a következő verseny, ami idén novemberben és december elején, november végén kerül megrendezésre, máron a nyolcadik alkalommal. Hosszú távú tervként pedig szeretnénk úgymond felosztani Magyarországot különböző régiókra, hogy ne csak egy országos verseny és online elődöntők legyenek, hanem sok kisebb verseny az egész évben, hogy még jobban involváljuk a diákokat, még több diákhoz jussunk el az ország minden pontjáról, hiszen azt gondolom, hogy, hogy még van nagyon sok tennivalónk. Hát én ehhez nagyon sok erőt és kitartást kívánok, és még egyszer gratulálok, és köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm a lehetőséget. Önöknek köszönjük szépen a figyelmet, jövő hét hétfőn ismét lesz gyöngyös tartsanak velünk, akkor is kellemes hétvégét viszontlátásra.